A megemlékezést most is a vasútállomáson, annak az óvóhelynek a helyén tartották, ahol az 1944. augusztusi bombázásban több mint 50-en szörnyet haltak. Az emlékhelyen tábla őrzi az áldozatok nevét. A 75 évvel ezelőtti eseményeket a polgármester elevenítette fel. Takács László azt mondta, a II. Világháborúban Magyarországnak sajátos szerepe volt. A német megszállás után megpecsételődött az ország sorsa. Ezek után kezdődtek el a szövetséges bombázások. Magyarország területére március 17-ig nem hullanak bombák. Március 17-én éri az első légitámadás, ami kimondottan magyar célpont ellen megy Magyarországot, és onnantól kezdve a német megszállás után áprilistól folyamatosan zajlanak az amerikai, illetve az angol légierő támadásai Magyarország ellen. Gyakorlatilag 44 nyarán folyamatos támadások vannak, már Cegléd is ízelítőket kap ezekből a támadásokból, hiszen 44 júliusában már bombák hullanak Cegléd külterületére. 1944 nyarán Románia átállt a szovjetek oldalára, és így egyesült erővel megindultak a támadások. Emlékeztetett a polgármester arra, mi vezetett a ceglédi bomba támadáshoz. Ezért éri Ceglédet augusztus végén légitámadás, hiszen ez a vasúti pálya Szolnokkal, Cegléddel pontosan a keleti irányba menő utánpótlásnak egy nagyon fontos állomása. A bombák nem válogattak, pusztításuknak áldozatul estek gyerekek, felnőttek, idősek. A mi dolgunk, hogy fejet hajtsunk az ártatlanul meghalt emberek emléke előtt, mondta Takács László. Azoknak az embereknek, akik itt lelték a halálukat, nem számított, és a családtagjaiknak az, hogy milyen geopolitikai és milyen katonapolitikai kérdések voltak. Ők egyszerűen csak élni szerettek volna, szerették volna megúszni, túlélni a rettenetes világégést, és sajnálatos módon őnekik ez nem adatott meg. Nekünk, az utódoknak az a kötelességünk, hogy megemlékezzünk azokról az emberekről, akik ártatlanul életüket adták a II. Világégésben, azokról, akik itt Cegléden 75 esztendővel ezelőtt abban a fedezékben a halálukat lelték. Ócsai Tibor református lelkipásztor azt mondta, az emlékezés arra is rávilágít, becsüljük meg a békét, amiben most élhetünk. Az emlékhelynél koszorúval rótta le kegyeletét a város önkormányzata, a ceglédi járási hivatal, a Városvédő és Szépítő Egyesület, a ceglédi lokál patrióta klub és a Honsz ceglédi szervezete. A hozzátartozók is virággal emlékeztek. A felállított tablókon régi fotókat, újságcikkeket látni a 75 évvel ezelőtti borzalmas tragédiáról. Emlékező műsorral a Patkós Irma Művészeti Iskola diákjai készültek. És az elveszett játékok életre kelnek, és körbe kigyúlnak a fény.